Hare Krishna, kedves Bhakti Yoga csoport tagok! Üdvözlöm minden kedves új tagot, ami az utolsó egy hónapba jelentkezett a csoportunkban. És most beszélni fogunk arról, hogy hogyan tudok én, hogy én fejlődök a Bhakti Yogában. És mindjárt kezdjünk! Oké, akkor közben itt nézzünk a kommenteket, hogyha valaki kommentet szeretne írni, lehet. A lájkokat már most is köszönjünk. És természetesen én még nem fejeztem be az előző három előadásból a témát, amit, ha emlékeztek, az volt Sambandha Bideya Prayojana, aki tudja, miről van szó, akkor nagyon jó. És a harmadik a Prayojana, ez az eredmény, lelki eredményről. Meg fogunk beszélni a következő alkalommal. Csak gondoltam, hogy a mai napon elkezdünk csak egy nyár végétől, vagy most már őszi szezonunkat, mert akkor mindenki most volt kicsit pihenni, volt nyaralni, akkor gondoltam, akkor csináljatok, és most akkor folytatjuk. Oké, aztán természetesen fogunk találkozni következő csütörtökön, szeptember 3-án azokkal a személyekkel a konferenciába, akikkel már voltunk többször és több alkalommal. Akik még nem vettek részt, azok most, hogyha megkérnék, ne lépjenek bele a konferenciába, mert ősszel új kört fogunk indítani, és akkor ott is így elejétől elkezdjünk. Jó, mert az a tervem mindig, hogy hát van a tudatos életmód általában, vagy a YouTube csatornán, ahol sok minden tudást, információt, tippeket kaptok, és vannak azok, akik akarnak tudni jobban és többet a lelki gyakorlatokról, főleg a bhakti jogáról, akkor ide lépnek be. És itt a élő adások, amit mint most, azok általában arról szólnak, hogy egy mondjuk ilyen kezdőszintű filozófiák, hogy mindenki tudjon tájékozódni, szóval direkt nem csinálunk mély filozófiai témákat. Másképp ember nem tud, hogy mondjuk csatlakozni és kipróbálni, és így tovább. Aztán, amikor van itt a csoportban azok, akik akarnak rendszeres tudást kapni, akkor nekik csináljuk mindig a konferenciát, ami most már nekünk van egy csapatunk konferenciával. Igen, sajnos sose így látom, hogy Hare Krishna, Hare Krishna. Csak annyit írja, hogy Facebook user. Nevet nem írja, hogy ki írta Hare Krishna egy kis virággal, és utána csak Hare Krishna van kétszer kommentben. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Szóval azoknak vannak már olyanok, akik már részt vesznek, ott megyünk alap, de rendszeres egy teljes képet adunk a világról, a bhakti jogáról, a lelki tudományról. Utána aki, és itt általában ezek a témák vannak, aztán, hogyha valaki gondolta, hú, hát akkor én szeretnék mélyet meríteni a bhakti jogából és lelki mély élményeket szerezni, mert itt is tudtuk szerezni élményeket, természetesen, de minél mélyebb a tudás, mélyebb a gyakorlat, ahonnan fejlettebb lesz a személy, és mélyebb és fejlettebb tudást lehet szerezni, élményeket. Ezek erre a célra van a védikus filozófia csoport. Ott már ilyen haladóknak van előadások meg leckék.
ott már, aki ismeri, ott van a Lilasuka Das, meg én. Amúgy Lilasuka Prabhu. Most, mivel egy bhakti jogában vagytok, akkor elmondom, hogy gyakorlatilag úgy kell hívjunk baktákat, amikor mondjuk a nevét, mondjuk Lilasuka Prabhu. Ő úgy bemutatkozik, hogy ő Lilasuka Das, én is bemutatkozok, Bhakti Pad Das. Das azt jelenti, hogy szolga, mi vagyunk a szolgák. De nekem, mikor már én szólítom Lilasuka Prabhut, akkor én nem mondom neki Das, hanem mondom neki Prabhu, a mesterem. Mert ő tud engem tanítani. Oké. Okay. Ez volt egy kis bevezető információ, közben nézegetek a kommenteket. Nyugodtan most figyelgetek, hogyha lesz majd kérdés, lehet kérdezni. Jó, igen, nem mutatja, hogy hányan néznek, de azért kettő szívecskét is halt. Like? Hú, ez nagyon jó. Oké. Okay. Megyünk. Hogyan tudok, hogy én fejlődök a lelki, a bhakti jogában? Hát nézzünk az elejétől, hogy mit jelent, hogy fejlődés mi alapján. Mert sokszor tényleg ember nem tudja, én már fejlett vagyok? Vagy azt mondja valakit, én nem érzem, hogy fejlődök. Na akkor ma ezt megbeszéljük, és világos lesz. Nézzünk akkor pár témát, hogy van az anyagi világ, amiben mi élünk, anyagi univerzumokból áll, sok univerzum van sok bolygórendszer, és az a világban ember szeretne lenni boldog, és általában az ember gondolja, hogy csak neki kell ugrani, és bármit csinálok, én csak boldog leszek. Aztán jönnek a problémák, a fájdalmak, betegségek, kudarcok, és végül ember boldog akar lenni, de boldogtalan. Akkor most mi lesz? Akkor az lesz, hogy utána ember elkezd kutatni valami megoldásokat, és fog tapasztalni, hogy hát akkor lehet, hogy erkölcsös ember kell, hogy legyek. Erkölcs és morális elveket követése, és akkor elkezd tanulni dolgokat. Benne már van az ajurvéde, a jóga, meg asztrológia, ezek a kiegészítő, finom tudások, akkor már megtudja a karmáról, de egy idő múlva észreveszi, hogy ott se lehet boldog lenni. Ott előtte van egy ilyen döntés, okay, akkor, hogyha én csak egyszerűen jó ember leszek, akkor én boldog leszek. Becsületes, morális, elkölcs, és a többi. De Bhagavad Gita-ban Arjuna mondja, Karpánya dosa pahata svabhava, hogy én hibákkal rendelkezek. És ezért ebben a világban ez az erkölcsös, morális, az Isten nélküli élet. Ez ebben a világban nem fog működni, nehogy nem fog, nem működik. Miért? Mert az ember 4 hibával rendelkezik, és hiába kitanul, hogy kell jó csinálni, ha ne csinálni rossz karmát, akkor is a végén mindig szenvedés lesz. És először megmutatom, hogy már maga az emberbe be van építve ez a probléma. Miért? Mert az anyagi energiának hatás alatt van. Ezért van 4 hiba. Az egyik. A másik, ennek a világnak van egy forgatókönyve. És azt is elmondom gyorsan. Az egyik az, hogy ember hibázik, szóval hiába én minden jól kitanulom és tudok nagyon erkölcsösen élni az életet, előbb-utóbb hibát fogok követni. Akkor illúzióban vagyok, nincsen teljes kép a világról, a helyzetekről, mi miért történik. Érzékek tökéletlenek, ez azt jelenti, hogy amit szerzek tapasztalatot, az nem mindig a valós tapasztalat. Harmadik, és végül a negyedik, azt, hogy ember csalásra hajlamos. Szóval ezek a 4 probléma miatt ember nem tud önmagába
boldog lenni, mert ez a négy hiányság hibára fog őt kényszeríteni. A másik oldalról akkor az anyagi világnak a feladata, dukhalája a sásvatam, hogy ebben a világban mindig a szukha, a boldogság után jön a dukha. Észrevettétek, hogy volt, amikor na, most már olyan jó boldog vagyok, úgy nevetek, olyan jó minden, egy nap múlva, két nap múlva annyira rosszul vagyok, amennyire boldog voltam. Szóval ez a dukhalája. És ásásvatám, itt minden ideglenes, és minden elveszíti az ember. És intelligens ember, mit jelent, hogy intelligens ember, akinek van nagy lelkű, nagy szívű, ő tud látni kicsit távolabb, nem csak most nekem milyen jó. És ezért ő tudja, hogy nekem hiába most minden oké és minden jó, de előbb-utóbb én öreg leszek, beteg leszek, és ott fogok haldoklódni, és lehet, hogy rákos betegség által fogok lassan haldoklódni, lehet, hogy gyorsan, de mindenféleképpen ez a probléma az lesz. És ez egy jó képesség, amikor ez egy fejlett ember, aki így tud látni, hogy pillanatnyilagi boldogság az nem oldja meg az életünket. Na, ez a második, ami Bhagavad Gita mondja. Jó, akkor ember mondja, jó, de hát akkor mit csináljunk? Hát akkor az történik, hogy Isten ő nem rendelkezik négy hibával, mert ő nincsen anyagi energia, ő a Vigyaszvarát. Ő önálló és független az anyagi világtól, anyagi törvényektől, és nem rendelkezik ezzel a négy hibával, amit felsorolt, ami tökéletes. És ezért, hát van kettő ember, akkor mondja valaki, akkor én csak vallásos leszek. Mondjuk én csak itt belépek a Bhakti Yoga csoportba, és akkor így jó lesz az életem, fogok fejlődni. Nem elég vallásos, csak vallásos lenni. Szóval nem elég csak venni, vagy hát venni mondjuk egy telket, csinálni is kell valamit a telken. Szóval az azt jelenti, hogy gyakorolni kell bhakti jogát. És ez is fejlődés. Szóval, hogy nézzük meg, hogy ez is, hogy ember így, ahogy mi, én most mesélek lépcsőről, fokozatról fokozatra, így fejlődik az ember. Hogy akkor én leszek vallásos. Minden milyen vallásos. De az egy idő múlva ember rájön, ez kevés, mert a problémák ugyanúgy ott vannak. És akkor felmerül a kérdés. Jó, itt van nektek egy kis ilyen, hogy persze ez YouTube-ra szól, de nem baj, majd lehet, hogy YouTube-ra kirakjunk a videót. Köszönöm a lájkokat, szívecskéket és Hare Krishna a kommenteket. Igen, és akkor ember gondolja, jó, akkor mit jelent nem csak vallásos, több, mint csak vallásos lenni? Hit. És ez jó. Mert az egész folyamatban, miről most beszéltem, mindenhol a hitről van szó. Ember először abba hisz, hogy én csak erkölcsöntelenül csak barbárosan élvezek, és boldog leszek. Utána abba hisz, hogy erkölcsös ember, utána abba hisz, hogy rájön, hogy nem fog működni, mert nem vagyok tökéletes, és hibázni fogok előbb-utóbb, és el fogok tévedni a karma szövevényébe, akkor jön a következő, hit erősödik, hogy akkor Isten, mert ő tökéletes, és akkor csinálok. És amikor már van egy fejlett hit, akkor jön ember a bhakti jogába. Szóval aki bhakti jogához csatlakozik, az már eléggé fejlett hittel rendelkezik. Hát úgy mondjuk az alapszintű fejlett hit, mert ennek még lehet fejlődni tovább. És most fogunk beszélni, hogyha mi itt vagyunk a csoportban, ideig megnéztünk, hogy hogyan általában ember előtt a csoportban, valaki, még van még egy fontos, valaki úgy eljön a bhakti jogához, hogy ő előző életben gyakorolta, lehet, hogy
nem fejezte be, nem érte el a tökéletességeket, de akkor ebbe az életben már gyerekkortól fog keresni. És mikor találkozik Bhakti Yogával, akkor na azt, ami egész életben kerestem. Van olyan is, persze, aki már áthozza a saját hitet mellőző életből. Oké. De utána, amikor van valaki gyakorol Bhakti Yogát, na akkor itt most hogyan meg tudok állapítani, hogy nekem a Bhakti Yogába mennyire erős a hitem. Na ez alapján tudjunk megállapítani, mennyire fejlődök. Hát például semmiképp, már most előre figyelmeztetek, hogy kicsit véletlenül is fájdalmasat mondom, nem akarok senkit megbántani, jó? Nekem kötelességet mondani igazat, ezért kérlek, ne haragudjatok, hogyha valami kényelmetlen dolgot fogok mondani. Mert hát igazság néha kicsit fáj, de próbálok fájdalommentesen. Oké. Hát a hitünk az, hogy lehet megnézni, hogy nekem Bhakti Yogában hiten van. Mert hit meghatározás, amiben hiszek, arra van időm, azt csinálok. Meg kell nézni, hogy én mennyit, amikor én vagyok itt a Bhakti Yoga csoportban, de mennyi időt naponta én foglalkozok a Bhakti Yogával. Hogyha csak ott vagyok, itt vagyunk 1600 valamennyien, általában a videókat megnéznek 110-120, tehát lehet látni. Valaki csak úgy csatlakozott, szóval nem probléma. Valahogy belépett, mert nem tudom, tetszett a neve, vagy valami, vagy rájött, hogy nem az ővé, és akkor csak nem lépett ki, természetesen. De most inkább azok, akik néznek, nektek szól. Hogy akkor én mennyivel foglalkozok a Bhakti Yogával, mennyi időm van rá, akkor hogyha én hiszek a Facebookba, akkor én egész nap Facebookozok. Hogyha én hiszek a, nem tudom, kártyázásba, akkor kártyázok. Szóval a hitet lehet megállapítani azon, hogy én mit csinálok, abba hiszek, hogyha én nem foglalkozok Bhakti Yogával, akkor én nem hiszek, hogy Bhakti Yoga boldoggá tesz engem. Mert az, amivel foglalkozok, abban hiszek, hogy ez engem boldoggá tesz, ez megoldja az élet problémámat. Szóval ez a hit. És akkor, amikor látom, hogy változik bennem ez, egyre jobban és mélyebben érdeklődök, és próbálok például, aki ki akarja, csatlakozott a Bhakti Yoga csoportba, akkor az alaphit, hogyha ő hallgatja, azért csatlakozott, mert akar hallani többet. Na, akar részt venni, hallani, tanulni, megérteni, próbálkozik. Utána jön a következő hit erősítése, fejlődése, ki akarja próbálni. Szóval először hallás, sravana, sadhu sangha, társul a, mondjuk az előadóval, a halás által, valamikor szokták így írni nekem kérdéseket a messengeren, az már még magasabb hit. És utána, hogyha valaki csak egy kör dzsapázik, az már komoly, mert valamikor csak valaki csak úgy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rám, Hare Rám, Rám Rám, Hare Hare. Csodálatos, nagyon jó. Ez az ember nem is tudja, mennyi fejlődik és mennyi karmától szabadul. De még mélyebb a hitte annál, aki számol és 108-at mondja. Akkor is jött tovább, aki már 16 kört mond, annak még mélyebb hite van, hogy igen, én komolyan veszek ezt a folyamatot. Mert miért? Mert itt van az a hit, hogy ez a világ nem működik, akkor nekem el kell fogadni Istennek a útmutatását. És Isten küldi hozzánk képviselőket,
a lelki tanító mestereket, baktákat, és akkor ők által mutatja nekünk az utat. Szóval ez is egy hit, hogy én hiszek, hogy a coach, a pszichiáter, a pszichológus, ezek valamennyire segítenek, de igazán boldog leszek akkor, amikor én társulok a baktákkal, és Krisnának az utasítását fogadom el. És ugyanazt lehet olvasni Arjunával kapcsolatban, a Bhagavad Gita-ban, amikor ő mondta Krisnának, hogy ha én értem, hogy én nem értem, tőled szeretnék hallani, taníts engem. Kérlek, taníts. Már 20 percet beszélek, nem akarom 20-szorra tenni. És ezért még mélyebb hit, ez a meggyőződés és bizalom abba, hogy a bhakti jóga teljes mértékben megoldja az életemet és boldoggá engem tesz. És hogyha még egy kicsit nézünk másik oldalról, hogy hit, a bizalom, ez ébreszti belül egy érzést, hogyha én hiszek valamiben, bízok ebbe, akkor egy késztetés van belül, hogy nekem akkor máshogyan kell csinálni, akkor csinálni is kell valamit, meg kell változtatnom a cselekvéseket, valamilyen gyakorlatokat kell végezni. Na, hogyha nekem van belül ez az érzés, például akkor vegetáriánus lenni, akkor énekelni Hare Krishnát is tanulni, sokat hallani, én érzem erős késztetés erre, na akkor ez egy eléggé mély híd. És akkor ott még van szilárd híd, meg a többi, ez majd arrébb is, arrébb van, az majd máskor fogunk beszélni. De Chaitanya Charitamritából itt megosztom veletek ezt a verset. Van egy ilyen legmagasabb szintű szentírás, ami létezik, ez a Sri Chaitanya Charitamrita, és ennek a középső Madhya Lilába, 22. fejezetben a 62. vers meghatározza, és csak szanszkrit van, de én úgyis mondom nektek mindjárt, legyek egy kicsit itt engem vakarnak. Mondom nektek mindjárt magyarul. Shraddha Shabda, azt mondják, a Shraddha szó, ez a hit, hitet jelenti. Hit, meggyőződés, bizalom, ezek a szinonimák. Nem csak, hogy hidd el. Nem. Ha én valamiben hiszek, akkor azt csinálok. Akkor van ez a belső késztetés. Amiben hiszek, és ami ezzel kapcsolatban hallom, akkor szeretnék végezni aktív cselekvést. Ez a Shraddha szó, bizalom. Shraddha Shabda, azt mondja, hogy a hit, azt mondják, hogy Vishvasa kahe sudrida nischaya Krishna bhakti kaila sarva karma kritahaya. Hogy ez a bizalom, meggyőződés a tanításokba, Shabda, Vishvas, vagy Shastra, hogy én hiszek abba, amit mondja a sásztra. És hiszek, hogyha meg vagyok győződve, hogyha Krishna bhakti kaile, hogyha én csak egyetlen egy bhakti jogát gyakorolok, akkor sarva karma kritahaya. Akkor ezzel minden kötelességemet, meg rituálit, és minden vágyát teljesíteni fogok. Én tudom, hogyha én minden elérem, hogyha én egyszerűen csak bhakti jogát gyakorolok, az életem, ezzel által az életemben mindent el fogok érni. És tökéletesen boldog leszek. Na ez a hit, ez a Shraddha, ez a meggyőződés, ez a bizalom ebben. Jó. Írjátok kérdéseket, hogyha van. Hogyha nincs, nem probléma, lehet emisztgetni. Jó, akkor nem sokára találkozunk újra. Ki tudja, lehet, hogy holnap megnézem, hogy holnap nekem mi lesz este, de lehet, hogy holnap folytatjunk az előző témát, be is fogunk fejezni a Sambandha Vidaya Prayojana. Jó, addig beszélek, meddig közben várom, hát ha van kérdés. Hoppá, lehullott egy kis levelecske. Ez nagyon csodálatos.
Igen, és akkor majd ősszel, valamikor lehet, hogy szeptember, lehet október, fogunk gyűjteni, úgy is fogunk mondani, hogy aki szeretne jelentkezni az új csoport konferenciába, akkor majd ezeket össze fogunk rakni, és akkor így köszönöm szépen. Akkor ez egy kis mai téma volt. Remélem mindenki jól van, mindenki boldog. Énekeljetek Hare Krishna mantrát, halljátok róla sokat, és minden rendben lesz. Oké, Hare Krishna.